Két évvel ezelőtt kezdődött el a Népzenei Műhely a Kulturális Központ együttműködésével a Szentendrei Barlangban. Az utóbbi hónapokban jó néhány alkalom elmaradt a koronavírus járvány miatt. Tímás Sára méltán népszerű junior primadíjas népdalénekes célja, hogy egy-egy eseményen összegyűjjön a népzenét kedvelő közönség. Nagyon nagy lelkesedéssel vágtunk bele. Ilyenkor mindig egy meghívott vendéggel beszélgettek, aki a Táncház mozgalom egy kiemelkedő alakja, és koncertezünk is, táncot is tanítunk, és együtt éneklünk, beszélgetünk, és nagyon-nagyon hiányoztak ezek a személyes alkalmak nekünk, hogy élőben is, ne csak a virtuális térben találkozhassunk, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy van rá lehetőség, hogy újból együtt legyünk. Ezekre az alkalmakra általában egy nagyon hosszú folyamat alatt jutok el. Mindig végig gondolom az adott fél évre, hogy milyen vendégeket hívnék el meghívott vendégként. Mindig próbálok egy énekest is elhívni ebben az adott fél évben, hiszen énekesként nagyon kíváncsi vagyok azokra a akár lelki, akár szakmai folyamatokra, amiken keresztül mennek ezek a csodálatos előadó művészek. És igazából általában utána nézek az ő szakmai munkásságuknak is, valamint nem csak a szakmaiságra szeretnék kitérni, hanem arra a lélektani folyamatra is, ami őket arra vezérelte, hogy a népzenéhez nyúljanak, vagy abba születtek bele, és akkor ebből szeretném őket kifaggatni. Tehát nagyon-nagyon izgalmas számomra az, hogy itt most van arra lehetőség, hogy ne csak szakmailag térjünk ki egy-egy embernek a munkásságára, hanem az saját szívbéli sorsát is átbeszéljük. Sára ez alkalommal Petrás Máriát, a Prima Primissima és Magyar Örökség díjas népdalénekest, keramikust, az MMA rendes tagját hívta meg vendégül. Mária Csángó földműves szülők gyermekeként 57-ben Moldvában, Diószénben született. 8-an voltak testvérek. Diószén elemi iskolájában elvégezte a 10 osztályt, majd Hétfaluban folytatta tanulmányait egy szakmunkás képzőben, amelyet kitüntetéssel fejezett be, mint elektroműszerész. Őt igazából már nagyon régóta szerettem volna elhívni, hiszen itt Pomázon él. Egyébként most kapta meg a Pomáz városa díszpolgára díjat, és nagyon-nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ő milyen is élőben. Én még nem tudtam vele személyesen beszélgetni, úgyhogy ez egy különleges alkalom lesz, mert az eddigi vendégeimet általában ismertem személyesen is, és volt róla fogalmam, hogy körülbelül miről tudunk beszélgetni, de Mária esetében, amit tudok, azt abszolút a színpadról tudtam meg róla, és az összes nyilatkozata, amiket eddig hallgattam az interneten, az nagyon-nagyon szimpatikus volt számomra, hiszen én is sokat foglalkozok a szakrális anyaggal, a lelkés családból származom, és Mária pedig egy olyan közösségben nőtt fel, ahol az egyház és a különböző szakrális anyagok voltak az összetartó erő. Az, hogy ezekről énekelhettek magyarul, ez megtartotta őket a magyarságukban, a hitükben, a mindennapjaikban, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a hitéletre, amit a zeneiségében is közvetít, úgyhogy erről fogom őt főleg faggatni. Az én őseim, édesanyám visszamenői, vagy nekem is a visszamenőim, Erdélyből szálltak be Moldvába, pálinka főzők voltak. Az én dédapám olyan híres pálinka főző volt, hogy Beszerábiából jöttek száraz bélekkel, hogy csempészték ki a pálinkáját Beszerábiába. És az, hogy visszajöttem Magyarországra, mert én most ezt úgy értem, ők Magyarországon voltak akkor, az én dédapám Magyarországon született még, mert Erdélybe, még 900 előtt.
született. Én akkor visszajöttem Magyarországra, 90-ben kaptunk egy meghívást Domokos Pál Péter bácsi születésnapja ünneplésére, és akkor hoztam el néhány rajzot a Rezeda gyűjtése mellé, mintha illusztráltam volna a Rezeda gyűjtését, vagy azt a kis könyvecskéjét, és én ezt hoztam neki ajándékba, és akkor kaptam meghívást, hogy tanuljak tovább. Addig én Brassóba tanultam 3 évig Klement Béla osztályába grafikát. Én magyarnak érzem magamat, és az az igazság, hogy nagyon szeretem, ha máshol is járok, és olyan emberekkel találkozom, akikhez van közem, akiknek van közük hozzám, akikkel nem mondom, hogy közös útjaink vannak, de akik valami felé törekednek. Az a világ, amelyből én jövök, hiába volt szegény, nagyon értettek ahhoz, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy felemelkedjünk, és nagyon szépen tudtak felkészülni egy ünnepre, és átváltozni minden estül egy ünnepre. És én, ha valahol bármilyen kultúrában, ha látom ezt, akkor én úgy érzem, hogy értek azon a nyelven. Én ezt a nyelvet nagyon szeretem. Az az igazság, hogy én nagyon gyakran járok Szentendrére, templomba is ide járok, én nagyon szeretem Szentendrét, és kijönni ide. A Duna egy kicsit teszeköt a világgal is, én úgy érzem. Én nagyon szeretem Szentendrét. Én Pomázon lakom, de mondom, én minimum egyszer, de ez kevés, minimum egyszer egy héten én itt vagyok, de többször is. Szerintem egyáltalán nem az a fontos, hogy hány dol. Én azt gondolom, hogy milyen mélyen tudja az ember ezeket valahogy megélni, kihozni magából, vagy valahova kapcsolódni velük. Én úgy gondolom, hogy az nagyon-nagyon fontos. És nagyon sokszor gondoltam, és gondolok arra, hogy néha olyan szép dalok vannak, és hallom őket, vagy felfedezem a szépségüket, hogy nagyon sok olyan dallammal találkoztam, amelynek a szövege szinte, nem mondom, hogy fölösleges, de a dallam annyira kifejező, hogy a szövege kicsit jól térbe szorul. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy dallam, ha kifejező, és el tud mesélni, vagy elmondani úgy is, hogy nincs szöveg, én azt gondolom, hogy az a
most egy ilyen csúnya kifejezést használok, hogy a csúcs, hogy az, szerintem az az abszolút így a zenében, hogy nincs szükség sokra, olyan erős tud lenni. Én az üveget is szeretem, szeretem a grafikát is, a textil anyagokat is, és mostanában ugye a festészetre is gondolok, mert régebben még festettem, és lehet, hogy egy kicsit visszatér az életembe. Nekem így kerek az élet, hogy ezek mindenképpen ott vannak. Nagyon kicsi gyermekkoromban hallottam a népzenéről, vagy mindenki énekelt, vagy imádkozott, vagy siratódzott. Abban a világban minden nap mentünk, még nagyon pici koromtól is mentünk templomba minden nap, nem vasárnap, hanem minden este mentünk vecsernére, és hát így nőttem fel, hogy hallgattam. Én is néha emlékszem, hogy néha mi meltük, mert így kicsi gyermekként is nagyon szerettünk volna énekelni, nem nagyon tudtuk, de ott pápaktunk mi is ott, és így, hát úgy belenőttem nagyon sok mindenben. A templomból csodálatos latin gregoriánokat énekeltek régen, és csuda szép volt, mert orgona is volt. Az nem nagyon érdekelt, hogy értjük-e vagy nem, hanem a dallamok olyan csodálatosak voltak, hogy ezekben belenőttem, az az igazság. A népzene a nép által önkéntelenül kialakított zene, amelynek szerzői keletkezésének helye, ideje vagy egyéb körülményei nem teljesen ismertek. A népzene a műzene ellentetjeként úgy is meghatározható, hogy szerzője ismeretlen, nem konkrét személy. A népzene dallama, ritmusa nem áll szigorú kötöttségek alatt, az idők során folyamatosan változott, módosult.
Minden alkalommal igyekszem egy picit háttérben lenni, hiszen ez egy teljesen új szerep számomra, hogy én, mint úgymond riporter lehetek jelen, aki a vendéget kifaggatja, és nagyon újfajta, ugyanakkor motiváló, és nagyon hálás szerep szerintem ez. Mindig igyekszem a vendéggel egy kicsit közösen muzsikálni, és hogy ezt is így megtapasztaljuk, hogy mindannyian a magyar népzenét kedveljük, és szeretjük, és műveljük, hogy ezt milyen közösségi erőben megtenni, hiszen ez a lényege a népdaloknak, az, hogy meg a népzenének, hogy közösséget teremtsen, és együtt tudjuk megélni az érzelmeknek a különböző fokát, és együtt tudjuk ezt kifejezésre juttatni. Tehát ilyenkor igyekszem összeismerkedni, barátkozni, és minél jobban a vendéget kidomborítani, az ő személyiségét. A koncertet és a beszélgetést táncház és énektanulás követte. A jelenlévők egy új népdallal térhettek haza, amit a két elismert népdalénekes által sajátíthattak el. Nemrégiben Szentendrén lépett fel a Klasszik Lasszó. A társulat létrejötte annak köszönhető, hogy Cinki Ferenc író a Blaha Louisiana zenekar kiváló zenészeivel kiegészülve egy műsorába meghívta Kemény Zsófi költőt és Vitári Sivánt, az Iván and the Parazol frontemberét, majd csatlakozott hozzájuk Sárkány Bertalan is ütős hangszerekkel a Mary Pop Kids zenekarból. A találkozásból végül létrejött egy alkotócsoport. Közénk állj valahol itt kezdődni kell. Közepes kis madártalon, közénk felé valahol. Valahonnan jönne egy hős, valamerre tartana is. Saját maga üldözi őt, valakire haragszik, sőt. Igazából dolga van itt, ő se tudja hol az az itt. A Klasszik Lasszó zenés-irodalmi előadás. A neves zenészeket és írókat felvonultató formáció jelenlegi műsora egy fergeteges western előadás budapesti köntösben, amelyben a kortárs irodalom és könnyű zene közismert alakjai keresik a választ arra, hogy mi is történik velük pontosan a mai világban és miért. Különleges utazás, mert olyan dolgokat próbáltunk ki, amik amúgy nem jellemzőek egyikünkre se. Tehát alapvetően ugye úgy áll össze a csapat, hogy a nagy része zenész, egy része költőíró, és igazából valamilyen házasítás jön létre belőle, ami szerintem így nem jellemző ránk, de így már az évek folyamán úgy láttam, hogy élvezzük és szeretjük beletenni ezeket a plusz kísérleti dolgainkat, amit lehet, hogy az eredeti zenekarainkba, vagy könyvekbe, versekbe meg nem teszünk bele. Tulajdonképpen még mi csak próbálgatjuk. Abból indult az egész, hogy zenészek és írók összejöttek, és elkezdtek együtt dolgozni, és kitaláltuk, hogy lehet-e felépíteni úgy egy műsort, hogy együtt dolgozunk a dalokon, együtt dolgozunk a szövegeken, együtt dolgozunk a történeten. Két éve debütált a Klasszik Lasszó első kiadása, azóta többféle műsort készítettek már. Ma elsősorban a Haza és Maradás című műsorra fókuszálunk, ami tényleg azt a kérdést teszi fel, hogy jelenleg 2020-ban Magyarországon érdemes-e maradnunk, érdemes-e azon gondolkodnunk, hogy elmenjünk máshova. Tehát nagyon aktuális kérdések, és ezeket járjuk körbe szövegekkel, dalokkal, mindenféle egyéb színházi megoldással. Íróként nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy színpadon lehetek, és a generációjuk legjobb zenészeivel, a legjobb énekeseivel lehetek egy színpadon rendszeresen. Minden zajra majd felébredsz, nincsen sehol.
A Klasszik Lasszó Szentendrei koncertjén a Haza és Maradás című műsorra helyezte a hangsúlyt, ami az aktuális élethelyzeti kérdéseket járta körbe. A darab minden korosztálynak szólt, mindenki megtalálhatta benne a neki szóló mondani valót. Szerintem jellemzően nagyon más minden egyes fellépés, és ez más, hogyan van az egész ráhatással, mint mondjuk egy sima koncertünkön, ahol azért úgy hangerő van, meg hogy kevésbé ilyen kiélezett, úgy értve a szituáció, hogy nincsenek ilyen csendek, meg hogy ezek az ilyen dialógusok, amik vannak a műsorban, vagy akár ilyen monológok, hogy ez nekünk is talán egy ilyen kísérleti terep. Meg én nem is mondom azt, hogy feltétlenül mi annyira színház szeretnénk lenni, mert nem vagyunk azok abszolút, úgyhogy igazából csak kísérletezünk valamivel, amiről majd a közönség dönti el, hogy jó-e. Szerintem már csak a zene, meg a szövegek miatt is egy elég nagy lefedettsége lehet ennek, ha lehet ilyet mondani. Szóval így nem gondolom azt, hogy eljön egy család, ahol vannak nagyon fiatalok is, meg mondjuk idősebbek, és akkor nem éreznék jól magukat. Szóval szerintem mindenki megtalálhatja a maga igazságát ebben. A műsor címe az, hogy Haza és Maradás, és ezt még akkor kezdtük el írni, amikor még ezt számított is lehetett utazni, hogy tulajdonképpen ez a kérdés megoldódott, mert most nem lehet sehova sem menni, de játszunk el a gondolattal, hogy talán mégis lehet. Szóval menjünk, vagy maradjunk. Ketten állnak az egykori Klasszik Lasszó presszó előtti buszmegállóban. A megújult hely belül tele új hullámos kávézgatókkal, de kint szinte senki. Ketten csak a buszmegállóban. Mindketten papír kávéspohárat szorongatnak a kezükben. Egyiküknek nem érkezett a repülője, a vonata, a hajója, a másik nem sokára indul, hogy elérje a repülőjét, a vonatát, a hajóját. Nem egy felé tartanak, de egy helyben állnak. Ugyanazon a ponton. De a történet nem itt kezdődik meg. Minden történetnek van eleje és van vége is. És ennek itt most leginkább eleje van. Volt egyszer egy presszó. Prima hely. Ja nem, az egy másik presszó. Szóval volt egyszer egy hely. A Klasszik Lasszó presszó. Ja nem. Magyarország. Szóval volt egyszer egy hely, nem volt se kicsi, se nagy, se túl jó, se túl rossz.
megszoktuk, hogy van, hogy létezik. Mi meg benne vagyunk, létezünk, avagy élünk. Ez egyébként három különböző fokozat. Szóval volt ez a hely, de csak nem akart nyugodni. Állandóan mozgásban volt. Mondtuk is neki, hogy hová mész te hely? De nem nagyon tudott válaszolni, mert csak falai voltak, ablakai, tetteje meg alja. Benne pedig egy bárpót. Belül viszont annál hangosabb volt. Kihallatszott belőle az óbégatás. De azt nem nagyon lehetett válasznak venni. És csak nem bírt a helyén maradni. Egyik nap, mintha egy kicsit balra mozdult volna, másnap visszasasszézott, de csak azért, hogy pár nap múlva megint kicsit jobbra, a járda felé mozduljon. A dolognak hamar híre ment. Aztán érkeztek is az önérlőtt mérnökök, geológusok, földmérők, halottlátók, tátosok, és csak mérték azt a szegény presszót, hogy az bizony, hova akar menni annyira. Az asztrológusok éjjel felültek a tetejére, és csak nézték a csillagokat. Merre mozdul az épület az univerzum alatt, de nem jöttek rá semmire. Szociológusok, filozófusok is megérkeztek, de annak sem volt semmi értelme, mert nagyon hamar összevesztek egymással. A törzs vendégek számára ismeretlen neveket emlegettek, aztán később poharakat dobáltak egymáshoz. Írókról, zenészekről már említése tegyünk. Jött egy férfi egyik nap, aki állítólag beszélgetni tud a fákkal. Meg is kérdezte a fáktól, hogy mi van, de vagy nem értették a kérdést, vagy nem akartak válaszolni. Így csak susogtak, itt meg recsegtek, és zúgtak bele ebbe a válaszok nélküli kelet-közép-európai délutánba. És akkor, mintha váratlanul, egyszer csak megérkezett a válasz. Nagyon vegyes műfaj, amit kitalált a Klasszik Lasszó. Abból indult, hogy zenészek és írók összeültek, és kitalálták, hogyan lehetne felépíteni egy műsort úgy, hogy együtt dolgoznak. Tényleg olyan területekkel kacérkodunk, ami mondjuk nem feltétlenül teljesen magától értetődő bármelyikünknek, és ebben szeretnénk persze még jobbak lenni, meg haladni előre. És én úgy érzem, hogy ez a színház felé eltolt világ, ez úgy érdekli mindannyiunkat. És ebben még nagyon sok minden van, amiben fejlődhetünk, megcsinálhatunk újat. Úgy ahhoz mérten, hogy mondom, nem ez a fő szakterületünk. Az első magyar lemezünk az elkészült, és abból például egy új dal, egy új klippel az most fog kijönni, szerintem kb. Egy-két hét múlva. A Játék című dal lesz, és igazából szerintem azért különleges, mert ugye nekünk még nem jelent meg itt teljes anyagunk magyarul előtte. Ez egy régi tartozás volt így magunk felé, meg a közönség felé is. Az, hogy a lemez pontosan mikor jelenik meg egybe, az még egy jó kérdés, mert ez függ azért ettől a helyzettől is, de most nagyon sok ilyen single dal lesz így jövő májusig kb., és ennek az egyike lesz ez a Játék. A nagy népszerűségnek körvendő együttes fennállásának rövid ideje óta már az ország több helyére elvitte nem mindennapi produkcióját. Szentmárton új borfesztivál és libator várja a látogatókat a skanzenben egész hétvégén. Az eseményen lesznek többek között Márton napi népszokások, kézműveskedés, tematikus borkóstoló, őszi csemegék és kézműves termékek vására is. A programon a Moson Magyaróvári Lajta Néptánc Együttes Márton napi népszokásokat és mulatságokat elevenít meg a múzeum Kisalföld tájegységében. A vendégek a kézműves borászatok kínálata mellett az idei szüret új borait is megkóstolhatják. A programon vezetett tárlatvezetés és biciklitúra is lesz. Ha szeretnének részesei lenni a magyar vidéki hagyományoknak, akkor ezt ne hagyják ki.